Üdvözlek, Brigia, a Válaszok az Életre podcast műsorában. Köszönöm a meghívást. És uh, szeretném is rögtön az elején belevágni. Uh, mi onnan ismerjük egymást nagyon-nagyon régóta, hogy egy közös Budapest-Bécs utazásunk volt, amiben tulajdonképpen, mint utasok uh, vettünk részt ebben a, ebben a, ezen az úton, és a, a véletlenek játéka, ami tudjuk, hogy nincsenek soha, uh, hozott össze bennünket. És ez akkor elindított bennem egy olyan gondolatsort, hogy ha valaki ennyire tudatos ilyen fiatalon, és így nyilván nem áruljuk el a korodat, tehát hogyha valaki ennyire tudatos ilyen fiatalon, akkor mik vannak mögötte, milyen, milyen életút áll mögötte, mert azért ez nem gyakori. Én nagyon régóta foglalkozom emberekkel, nagyon régóta foglalkozom sikeres és kevésbé sikeres emberekkel, de az mindenképpen megfogott engem, hogy az a decens visszafogottság, ami, ami jellemez téged, de a másik oldalon meg pontosan tudom, hogy egy mennyire nagyon vidám és világlátott hölgy vagy, és hogy ez a kettő hogyan tud szerepelni egy személyiségben. Uh -huh. Kezdjük az elején, hogy nagyon sok mindent tudok rólad, de hogyha nem, akkor légy szíves segíts ki, vagy egészítsed ki. De azt tudom, hogy egész fiatalon te már tudtad azt, hogy mit akarsz csinálni, vagy legalábbis, hogy hova akarsz elindulni az életedben. Ez mikor kezdődött? Én egy pályaválasztónak tartottam mindig az életemben, nekem a szüleim vállalkozók voltak, és én ebben nőttem fel, tehát különböző üzleteket vittek egy kis városban Magyarországon, és hát én gyerekkorom óta ott voltam velük ezekben az üzletekben, és kiszolgáltam. meg akár a pénztárnál álltam, és én ezt gyerekként nagyon élveztem. És én nagyon sokat jártam édesapámmal akkor is különböző rendezvényekre, és pályaválasztás előtt, 13 évesen elmentünk egy ilyen konferenciára, ahol arra emlékszem, hogy talán a, a Lego ö, ügyvezetője állt a színpadon, és ott elmesélte, hogy mi a célja a, a LEGO nak az elkövetkező x évben, és hát nekem olyan karizmatikus volt ez, a, ez az ember, hogy én akkor úgy gondoltam, hogy hát ez a szuper jó, én nem tudom, hogy ő mit csinál, de hogy én ilyen, valami ilyen üzletvezetéssel, valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, Úgyhogy én akkor a pályaválasztáskor eldöntöttem, hogy én nem gimnáziumba megyek, hanem én valamilyen közgazdasági történetre, és így választottam tudatosan az utolsó pillanatban, hogy egy közgazdasági gimnáziumba megyek tovább, és végül is jól döntöttem, mert a mikro ez nagyon tetszett. <laughs> Igen, ez és... egy nagyon-nagyon ízes valami lehet. <laughs> Én szerintem minden szerintem van egy kis logika és ami segít egy kicsit a mindennapokat megérteni úgyhogy én így indultam neki aztán ebből lett később a közgáz egyetem és így így kezdődött a úgymond a, úgymond a tudatos választásom hogy milyen irányba fogok menni. Oké, okay. Azt tudom hogy még nem voltál húsz éves amikor már elhagytad az országot. Uh -huh. Ez így van. És elmentél az Egyesült Államokba. Igen. Kaptam egy lehetőséget érettségi után, hogy egy évet érettségi után eltöltsek az Egyesült Államokba, és New Haven kötöttem ki, ami mellesleg ugye az egyik legnagyobb amerikai egyetem, a Yale Egyetemnek a központja. Uh -huh. Úgyhogy azt az élet hozta, hogy 19 évesen a jére járhattam órákra, szintén órákra és egyéb más órákra, ami szintén egy nagyon meghatározó élmény volt számomra. És én akkor teljesen beleszerelmesedtem Amerikába, főleg a pozitív mentalitásba, amit ott a ott mindenki képviselt, illetve az emberek képviselnek, uh -huh. és uh, aki nagyon kinakartam maradni. Uh, de aztán uh, a szüleim meggyőztek, hogy azért uh, rendes ah. rendes kislány módjára uh, fejezzek be egy egyetemet, úgyhogy uh, jöjjek haza, mert már föl vagyok, üveg közgázra, és uh, fejezem be, és utána oda mehetek, ahova akarok. Uh -huh. Uh, amikor bejártál órákra a Jélnek a kampuszára, uh -huh. akkor te már egyetemista voltál egyébként Magyarországon? Mm, nem. Akkor még csak volt egy Akkor ezt hogyan tudtad kivincsézni magadnak, hogy bekerüljél oda? Uh -huh. Nagyon egyszerűen úgy, hogy alapvetően egy program részese voltam, és akik alapvetően New haven laknak, ők általában professzorok. Uh -huh. És tehát az egyik professzor, a másiknak adott át, és mondta, hogy persze, Brigitte, nyugodtan, gyere be az óráimra, akár a harmadéves órákra, úgyhogy ez így Oké. Okay. Milyen időszak volt ez neked? Ez 19-től 20-ig tartott, ugye? Igen. Ez milyen időszak volt neked? mit Mi az, ami egy 19 és 20 éves kor közötti lánynak, ez egy mondjuk úgy, hogy egy óriási... Plusz lehet, vagy mínusz attól függően, hogy hogyan éli meg természetesen. Természetesen azért ez egy nem egy ilyen csodálatos élmény volt az első pillanattól kezdve, tehát azért 19 éves koromban emlékszem, amikor egy szobába egy ház szobájába sírtam. Uh -huh hogy hát itt sincs kolbászból a kerítés, és hogy haza akarok menni, vagy ilyesmi, ez körülbelül olyan két-három hetet tartott, amíg természetesen ugye nem találtam meg a, a, helyemet, barátokat, ismerősöket. Nekem ugye leginkább egyébként abban az időszakban az volt a legnagyobb bajom, hogy, hogy amint tudjuk, hogy Amerikában mindenféle közlekedéshez szükség van egy autóra, és nekem nem volt autóm, uh -huh. és ezért mindig valakitől függtem, és ez a függőség volt nekem a legnagyobb probléma, hogy mindig valakire várnom kellett, hogy jöjjön értem. és De alapvetően utána pár hét elteltével, egyébként én úgy mentem akkor ki, hogy én valamicskét tanultam, Uh, angolul, mert nekem a főnyelvem az német volt, uh -huh. uh, mindig is, és addigra én már ilyen felsőfogú nyelvvizsgákkal uh, végeztem a németből, viszont az angolom az olyan orosz, oroszból átképzett tanárnőm volt, úgyhogy ezt el lehet képzelni, hogy milyen szinten beszéltem. És úgyhogy az első két-három két, hónap az kihívás volt. Aztán utána már mind minden ment. Erre is akartam elkérdezni, hogy legjobb tudomásom szerint te nem, nem igazán beszéltél angolul, vagy nagyon ja. nagyon gyengén, és A. mégis bementél órákra, kapcsolatokat vettél fel, ismerkedtél. Ha összehasonlítanád, hogy ez, vagy illetve az életedet végigvennéd és visszatekintesz egy picit, akkor neked ez egy milyen start volt? Tehát mennyi, mennyi lemondással járt, és mennyi mindent hozott cserébe? Vagy kellett lemondanod bármiről is, akkor inkább így mondom. Vagy pedig nevezük úgy, hogy nem, nem feltétlenül lemondás, hanem az életnek a kihívásai voltak ezek. Csak neked a választásod az volt, hogy nem Európában, vagy nem Ausztriában, Németországban, vagy német nyelvterületen, hanem egy másik nyelvterületen, amit még egy, esetleg addig annyira nem is ismertél. Ezt egyáltalán nem éreztem én lemondásnak. Nem volt miről, mert ugye volt egy egyetemi felvételém csúsztattam egy évet, én úgy gondoltam, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni az életben, és hova sietek amúgy. Tehát én alapvetően soha nem voltam egy, aki az iskolában annyira... Hát nem az, hogy hát barátkozni barátkoztam, de én az iskolai évekre annyira nem nem olyan jó szívvel emlékszek vissza a közösségre maga, vagy hogy nem jártunk bulikba közösen, vagy ilyesmi. Tehát hm. nekem ez a tanulás része, meg a, a frusztráció, hogy az elvárások, meg ilyesmi maradt meg az iskolai évekből általános iskolába, és egyébként ezért is az én középiskolám, az AKG volt annak idején, azt már úgy, Választottam tudatosan, ami már egy egyetemi mm. típus volt, tehát ott vagy bejártó órákra, vagy nem. A lényeg az volt, hogy hogy mint az egyetemen három havonta vizsgázni kellett, és teljesen más. Tehát én, én úgy érzem, hogy mindig kerestem ezt a én nem ki, kilógok a, Igen, hogy kilógok a, a mm. standard dolgokból. Uh, akkor, amikor visszajöttél, mert aztán eltelt ez az egy év, uh -huh. és akkor te visszajöttél Amerikából. Igen. Elvégezted az egyetemet, gondolom, Igen. és uh, mi volt a következő olyan lépcsőfok az életedben, ami meghatározó volt? Mert aztán utána később visszamentél az amerikai Egyesült Államokba, de ne ugorjunk ekkorát a, a, az időben. Uh, talán az egyetemi évek alatt uh, két meghatározó dolog volt. Az egyik az, hogy... Uh, Erasmus-szal uh, Franciaországba mentem, és ez is egy ilyen uh, döntés volt, hogy uh, hát úgy gondoltam, hogy most minek mennek angol nyelvterületre, meg németre, mert most már mind a kettőt beszélem, uh, hát én Franciaországba megyek. És akkor ott néztek rám, hogy hát ez szuper jó, csak én nem vagyok francia szakos, meg franciául sem beszélek, akkor hova akarok én menni? És akkor természetesen mindenki Párizsba akart menni az Erasmus uh, diákok közül. Hát én akkor megnéztem, hogy mi az, ami nem Párizs a uh, lehetőségek közül, ahova senki nem jelentkezett. És az ráadásul kiderült, hogy ez egy angol nyelvű oktatás volt Franciaországban. Úgyhogy uh, tátkarokkal vártak. Um, és ez hol volt, hogy a szabad tudni? Lyonban. Lyonban. Aha. Lyonban. És uh, Hát körülbelül a kollégiumban a másik napon megismerkedtem valakivel, egy úri emberrel, aki segítette abban, hogy ott is két hónap alatt megtanuljak franciául. Uh, úgyhogy uh, én úgy gondolom, hogy a, az angolból, tehát az amerikai um, egyébből tanulva, meg a francia, a franciaországban nem voltam összesen négy-öt uh -huh. négy hónapot. Ha az ember akar, akkor egy ilyen anyanyelvi környezetben két-három hónap alatt semmiről azért fel lehet vinni egy nyelvtudást. Tehát ez egy nagyon fontos pont, akkor így mondhatjuk azt, hogy ha valaki neki akar vágni a világnak, akkor két-három hónappal minimum számoljon, hogy ott kell lennie, de inkább négy-öt hónappal, vagy hat. Nem titok, hogy mind a ketten most már több mint 20 évet töltöttünk el idegen nyelvterületen. És az első kérdés mindig az volt részemről, hogyha valaki azt mondta, hogy hát szeretnek külföldön dolgozni, hogy milyen szinten beszélsz németül vagy angolul. Nyilván fontos az, hogy valamilyen szinten beszéljen, csak arányosítani kell. Tehát nem biztos, hogy a bankigazgatói posztot fogja megkapni mondjuk egy nem helyi nyelvel, hanem mondjuk egy magyar anyanyelvel. De valahol el lehet kezdeni, és aztán nagyon nagyot lehet nőni belőle. Igen, hát... De nyelv nélkül viszont meg nem igazán. Ugye az, az biztos, én, én, én mindig úgy gondoltam, hogy a kulcs ennek az egésznek, hogy én mindig egy országba azért mentem, mert érdekelt a kultúra, érdekelt az, az emberek, hogy ők hogy élnek. Én soha nem igazán szerettem um, turistaként lenni. Én, én soha, engem soha nem látszó, hogy én elmegyek volna négy napra, mm. aztán visszajövök. És, Ez uh, így van, hónapok. Mm -hmm. Igen, hónapok, mert engem érdekel, akkor engem érdekel a, a kultúra, az emberek, szeretném a mindennapokat megélni, szeretnék beilleszkedni és nekem ez az, ami kihívás, meg ez az, ami boldogságot uh, okoz, mm. és uh, nekem így a világon mindenhol vannak, úgymond én barátoknak nevezem őket, ahol tudom, hogy uh, valakire számíthatok, mert uh, olyan mély kapcsolatot kötöttünk, hogy... Uh, hogy tudom, hogy én bármikor szívesen látom őket, beszélünk ugyanúgy a különböző csatornákon. Uh -huh. Akkor beszéljünk arról, hogy elvégezted az egyetemet, te már nagyon tudatos voltál akkor, és legjobb tudomásunk szerint te az IT területen vagy, menedzser, illetve konkrétan projektmenedzser vagy, mind az állami szektorban, mind pedig mint a magánszektorban, és ez nem csak a magyar állami szektorra vonatkozik, hanem a nemzetközi szinten is. Hogyan jut el valaki Magyarországról 19 évesen Amerikába kerülve majd vissza Magyarországra, elvégezve a gazdasági egyetemet, meg a gazdasági középiskolát, mégis az IT területén úgy, hogy nemzetközi szinten egy keresett projektmenedzser legyen lányként és nagyon fiatalon. Uh -huh. Szerintem jó helyen kell lenni, jó időben, és a, a lehetőségeket, amit az élet hoz, azokat el kell fogadni. <laughs> én az első munkahelyem egyébként egy nagyobb IT cégnél volt, Budapest mellett, ahol én az egyetem után megrökönyödtem, hogy Úristen! Nekem ez, le, ez, ez dobta a gép, ez lesz a jövőm, hogy én majd itt egy uh, irodába ücsörgök, és hogy uh, kész, leúzták a rolót, uh, mindez 23 évesen, hogy hát én ezt nem akarom. Um, és uh, hát az első munkahelyemet, ez körülbelül másfél hónapot tartott, ahol egy világcégnél föl is mondtam, és akkor így megle megrökönyödtek, hogy én ezt komolyan gondolom és akkor mondtam, hogy igen, mert ezt én, ne én nem akarom. Lehet, hogy ez egy tuti jó munkahely, de hát én így nem akarok így élni. És elfogadtam egy másik világcégnek az ajánlatát, és azért mondom, hogy jó hely, jó időben, mert akkor konkrétan az a világcég Magyarországra telepedett, és a világból minden minden országából, nagyon sok országból áthoztak Magyarországra munkahelyeket. És hogyha egy csodálatos két év kezdte kezdődött el számomra, mert lényegében rögtön Amerikába találtam magam, Brüsszelben pár hónapot, Bangkokba pár hónapot, tehát az elkövetkező két évem ahol én imádtam ilyen nemzetközi szinten dolgozni, meg azt is imádtam, hogy lényegében itt nekem nincs nagyon főnököm, meg nincs senkim, hanem mit tudom, én tudom, hogy, hogy Ázsiába mondjuk délig keresnek, akkor utána meg a délután folyamán Amerikába keresnek, és akkor én így önállóan tudok itt dolgozni Budapestről. És akkor még mindig csak 25 év alatt voltál? Igen, igen. Oké. Okay. Aztán, amikor innen eljöttél ettől a cégtől, hogyan ment tovább? Azért jöttem el 25 évesen ettől a cégtől, mert hiányoltam a kihívásokat. És én úgy gondoltam, hogy hát, én ezt nem gondolják, hogy én 8 órát ott fogok valahol ülni egy irodába, és én unatkoztam, megmondom őszintén, és mm -hmm. akkor ez egy mindig egy ilyen konfliktus forrás volt ott a, a csoportvezetővel, hogy én ott rontom a, a levegőt, mert hogy én látszik, hogy hogy boldogtalan vagyok, meg mit tudom én, meg hogyha nincs mit csinálnom, akkor csináljak úgy, a csinálnék valamit, de azért ne kávézgassak egész nap, meg ne internetezek egész nap, hanem úgy ücsörögjek a uh -huh. fekete képernyő előtt, mintha csinálnék valamit. És én nem vagyok ilyen típus. Úgyhogy, de amúgy a közösség az nagyon tetszett, egy szuper nemzetközi uh -huh. lehetőség volt. És akkor, tehát akkor még ez a kivándorlási hullám nem kezdődött el, mi még nem voltunk az EU-ban, az uh -huh. EU meg ilyesmi, úgyhogy az teljesen meglepetés volt mindenkinek, hogy uh, akkor én elfogadtam egy állás lehetőséget Ausztriában. És azt, uh, azt se tudatosan választottam, megmondom őszintén, hanem mivel ugye nem tudtam, hogy akkor most mit kezdjek magammal, mert azt mondták, hogy még nagyon fiatal vagyok, hogy itt valami legyen velem ennél a cégnél, majd úgy 10-15 év múlva majd valami, valami fontosabb feladatkört kapok, de addig így melegedjek. És én ezt gondoltam, hogy a 10-15 év az nekem a sok, ezt nem akarom kivárni. És akkor annak idején kezdődött ez az önéletrajz feltöltés valamilyen oldalra. Hát én gondoltam, hogy feltöltöm az önéletrajzomat, aztán én lepődtem meg leginkább, mert két héten belül három uh, állásajánlatom volt. Egy, uh, jól emlékszem Luxemburgból, egy Svájcból, meg egy uh, Ausztriából, ja. Pécsből. És akkor én gondoltam, hogy hát ezt most komolyan gondolták, hogy, hogy másfél éves munkatapasztalattal engem itt uh, ilyen állásokat ajánlanak. Tehát én nem is gondoltam, hogy hmm. elmegyek, mert én akkor kezdtem az életemet. Akkor vettem az első lakásomat az első kocsimat, komoly párkapcsolatom volt, a, tehát eszem ágában nem volt akkor külföldre menni megint, és a, a, végül is engem az vitt ebből a történetből tovább, hogy, hogy ezt így húztam, ugye három, négy, öt hónapon keresztül, hogy akkor most mit csináljak, maradjak, menjek, maradjak, menjek, és a végén a, a cég megvárt. Tehát azt mondták, hogy nem, vagy Brigitta, mi megvárunk, mert mi akarjuk, hogy te nálunk dolgozzál És akkor azt mondtam, hogy ha hát, egy cég így vár engem négy-öt hónapon keresztül, akkor megyek. Uh -huh. És akkor felmondtam, még egyszer mondom, ez egy olyan történet volt, vagy olyan időben zajlott, még amikor ez még ilyen kakuktojás volt, hogy most hova mész, külföldre mész dolgozni. És akkor azt most hogy gondoltad, hogy. Egyáltalán nem volt szokásban Magyarországon, Igen. hogy külföldön legyen valaki. Igen. Az öregebb generációk már egy része Kuwaitban volt, még amikor az olajcég, még uh, 70-es években mondjuk akkor ezt inkább így, hogy az olajcégeknek, vagy az Impex cégeknek voltak nagy külképviseletei, ez rendben van, de nem volt szokásos, kivéve a vendéglátósokat, mert azok mondjuk Ausztriában, Olaszországban, Észak-Olaszországban sokat jártak, de, de azon kívül nem nagyon mentek el Magyarországról. Igen. Egy nem egy rossz életet hagytam itt, egy, egy jó munkalehetőséggel, jó fizetéssel, mondom mm. mindennel, egy ismeretlen dologért Bécsben, de úgy voltam vele, hogy Bécset választom, mert annál hamar haza lehet jönni, hogyha annyira nem tetszik, és ennek most már 16-17 éve. Oké. Okay. Ugorjunk az időben. Mm. Újra visszamentél Amerikába. Ugye Ausztriában voltál, azt tudom, ebben az időszakban ott dolgoztál hosszabb ideig voltál, Igen. És aztán egyszer csak újra elhagytad a kontinenset. Igen. Azt azért hozzátenném, hogy azért Ászsiában sem unatkoztam, mert ugye Bécsi bázissal, uh -huh. konkrétan Európa majdnem minden országába volt, hogy hetente két-három országban is jártam. A munkakör ezt követeltem meg tőled. Igen, tanácsadóként, informatikai tanácsadóként, és hát akkor nem mondom, hogy szingli voltam, de hát ugye távkapcsolatban éltem, úgyhogy ez így ilyen 25 évesen még úgy elment. Ehm, és e, ugye egy darabig élveztem is egy pár évet, aztán rájöttem, hogy ez így e, kicsit ilyen otthontalennel váltam, és másért csinálok, csak húzom magam utána a bőröndöt, e, és egy idő után már nem volt annyira jó érzés, és e, kicsit másra vágytam. E, és akkor kerestem egy lehetőséget, hogy hogy tudok ebből kilépni. És nekem volt -e egy olyan gondolatom, megmondom őszintén, hogy majd én elmegyek a házi olvashoz, és megmondom neki, hogy én kéktem, valami burnouttal írjon ki, vagy valami, és akkor én valami elmegyek a stondra, kipihenem magam. <laughs> és az lett konkrétan a történet vége, hogy ahogy mondod, hogy bevonzott a dolgokat, hogy Uh, próbáltam egy, uh, egy egyetemi ösztöndíjat Amerikába szerezni, uh, mégpedig egy ilyen uh, szervezéstan menedzsmentféle ösztöndíjat, mégpedig úgy, azért, mert úgy éreztem, hogy ez a, ez a nagyobb cégeknek dolgoztam mindig, és hogy mindig ezek az emberi kommunikáció a szervezés a csapatvezetés meg ilyesmi hogy ezek sehol nincsenek egy informatikai projektben benne és senki nem figyel maga az emberre uh -huh. hogy uh, mi a motivációja hogyan építsen csapatot kinek kivel hogyan kell értekezni hogy abból legyen is valami és uh, hát egyszer elutasítottak, hogy már nincsen hely. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor még mindig itt van ez a bőrnöm történet, amiben megpróbálkozok. Csak annyit tudtam, hogy ki kell szállnom nekem ebből, mert én nem, nem tudom már tovább. Tehát uh -huh. én hétfőtől csütörtökig minden héten mentem. És akkor uh, Bécsbe csütörtök este megérkeztem, pénteken visszajöttem Budapestre, és aztán hétfőn hajnalban megint kezdtem az egész előről. És uh, aztán ugye semmiből fölhívtak egyszer csak, hogy hát valaki visszamondta a pozíciót, vagy ezt a lehetőséget, és hogy két hónap múlva el tudnék-e menni Amerikába. És akkor számomra ez egy hatalmas döntés volt az életemben, mert ugye nekem volt egy párom, és akkor már ott voltam a 28-29 évesen, és akkor most az volt, hogy akkor most családalapítás, vagy majd én megyek karrián. Amerikába, és én ezt így nem gondoltam én nőként, hogy ez egy olyan uh, választó, mert én úgy gondoltam, hát, hogy mi együtt vagyunk, akkor majd a párom jön velem, és akkor majd hogy egy évet, uh, vagy másfél-két évet ugye el leszünk Amerikába, aztán majd lesz, ami lesz, és akkor még 30 évesen ráérek még mindig uh, valamit ilyen családalapítás kapcsán uh, kezdeni magammal, de azért uh, jelentőséget nem hagyok ki, mert... És, uh, ez egy, ez egy nehéz döntés volt, Ebben a, mert akkor ez a párkapcsolat már kb. 5-6 uh -huh. éves volt, és a párom mindig szeretett volna a családot neki, ne, neki. Ez volt ez a álma. Az, az álma, álma Aha. igen. És hát én nem voltam erre az ideális partner, <laughs> mert ugye én mindig azon gondolkodtam, hogy ho hova megyünk együtt, hova fogunk utazni együtt, mi, mi a következő projektünk együtt, de be sehol nem volt az, hogy most én. Otthon szeretnék uh, egy gyerekkel gyesen lenni, és uh, az óvodába járni, meg uh, hétvégén főzni, meg takarítani, meg mm. ilyesmi. Ezért nem volt az én Te életem. Tehát neked nem erről szólt a... Igen. Az, amit itt töltesz földi világot, az nem, nem abban gondolkodtál, hogy egy klasszikus családi modellt valósítsál meg? Uh, nem volt. Akkor még, e... akkor még volt benne, tudom, a, a kétkedés, hogy most akkor mi legyen, hogy most akkor család, abban az irányban menjünk el, vagy pedig önmegvalósítás tovább. Igen, én, én nem gondoltam, hogy ezt választanom kell. Én gondoltam, hogy kettőt lehet együtt, együtt csinálni, csinálni, hogy megint ez a. a én, én mindig ugye azt kerestem, amit mondtam, hogy hát ami az elvált, hogy azon kívül mit lehet még csinálni. Uh -huh. Tehát, és akkor én úgy gondoltam, ami egyébként működik, vagy működőképes dolog, hogy Majd akkor én a családommal együtt fogok utazgatni, meg a, majd a gyerek meglátja, vagy meglát, Aha. jön velünk a világlátása, csak az a volt a, a baj. Az egyetlen egy baj volt, hogy a párom meg annyira ragaszkodott a Magyarországhoz, meg Budapesthez, meg a gyerekkori barátaihoz, mm -hmm. akikkel együtt teniszezik minden szombaton, hogy ez konkrétan összeférhetetlen volt ez a két dolog. Valam. És akkor végig is így elvált a kutyénk, mert ő mondta nekem, hogy, hogy ő tudja, hogy ez az én álmom, és ő tudja, ő nem akarja azt, hogy én feladjam az én álmaimat, mert neki más álmai vannak. Úgyhogy itt ez a párkapcsolat így meg is szakadt, tehát én, én mentem Amerikába, mert tudtam, hogy igaza van. Tehát ez van. És... De azért akkor még reménykedtem, hogy, hogy talán, talán majd, hogyha én hazamegyek, akkor uh, meg kieltem az utazási vágyamat, meg Amerika, mm. meg ilyesmi, akkor majd visszamegyek, és akkor rájön, hogy na jó van, akkor visszajött, és akkor most készen áll arra, hogy család, meg ilyesmi. Úgyhogy én ezt a két éves egyetemet uh, tíz hónap alatt letudtam, és uh, hát gondoltam arra, hogy hazajövök. Mm -hmm. De aztán láttam, hogy itt nagyon nincs hova hazajönni, mert ugyanúgy változatlanok a dolgok e, ilyen körben. Tehát nekem mindig volt egy ilyen félelmem, megmondom összíten akkor, hogy na jó, most szülök két gyereket, meg lesz egy autóm, meg egy kocsim, meg mit tudom én, akkor utána mi lesz, mit csinálunk? És akkor én erre soha nem kaptam választ. És engem zavart, hogy akkor most így lehúzzák a redőnyt, nekem aztán kész, ott van nekem két gyerek, és akkor ez az életem? Aha. Tehát én, ha nekem valaki azt mondta volna, hogy akkor mit tudom én, hogy megyünk valahova, vagy csinálunk valami projektet közösen, nekem az úgy jó lett volna, tehát ezt elfogadtam volna. Tehát nem, azt, nem azt vártad el, hogy egy, egy háziasszonyi státuszban legyél, Igen. de még abban sem, hogy, hogy a család az rendben van, meg a gyerek az, az mindig is rendben van, de hogy így Azért alkossunk már valamit, Igen. tehát mutasson rajtunk túl Igen. a világ, tehát ne csak az, hogy. Élvezzük itt az életet. Tehát én, én nem, tényleg én nem akartam egy ilyen rabszó, <laughs> és nem akarok senkit leményésíteni ezzel, mert valaki ezt élvezi. Mondjuk, hogy ez kiszolgál másokat, vagy ilyesmi. De én úgy éreztem, hogy nekem, nekem valahogy más az irányom. És akkor úgy nekem ez így tiszta lett hogy teljesen mindegy most befejeztem az egyetemet 10 hónap alatt vagy nem meg most itt vagyok ebből nagyon igazán uh -huh. hosszú távon nem lehet semmi mert hát nem éreztem azt a biztonságot az hogy ebből tehát az én életem az úgy hogy fog tovább menni hogy én belemegyek uh -huh. ebbe a család alapítási történetbe és akkor Ugrattam egy nagyot, és elfogadtam egy állásajánlatot Amerikában, egy tanácsadó cégnél, uh -huh. ami szintén szuper volt, mert ugyanúgy körbejártam az Egyesült Államokat, de úgyis jöttem, mentem, tehát az egyik nap New Yorkba voltam, akkor héten, másik héten San Franciscoba, akkor hét, hétvégén átmentem Hollywoodba, uh -huh. és akkor én így nagyon el voltam megint, és élveztem az amerikai életet. Aztán ez egy vízom probléma miatt megszakadt, mert ugye szabadon nem lehet az Egyesült Államokba dolgozni. És kaptam egy másik ajánlatot, ami aztán nem a világ legrosszabb ajánlata volt, de én nem akartam elfogadni. Ez pedig az ENSZ-nél egy projektvezetői állás, egy, egy IT program bevezetése volt. És még pedig azért, mert nem, én úgy gondoltam, hogy nem gondolják, hogy én ezt a szuper életemet feladom, ahol ingyen repülhetek bárhova, meg láthatom a világot, majd én olyan New Yorkba letelepedek, és ott fogok minden nap bejárni egy rodába az ensz -hez. Aztán nem tudtam ott se dönteni egyébként, és én emlékszem arra a pillanatra, hogy én azt mondtam, hogy Istenem kérlek, adj egy nyilvánvaló jelet nekem. És akkor volt egy nap, hogy meddig kell nekem dönteni péntekig. Uh, és fogalmam volt, hogy most mit mondjak. És kezdve, hogy uh, emlékszem, hogy csütörtökön felszálltam Szándióba a repülőre, és azt mondják nekem, hogy fölhívnak telefonon, és mondom, azt sem tudom, hogy ki az, valami tök ismeretlen nő hívott fel, és mondta nekem, hát, hogy a, ő a cégemtől van, a hárósztályon dolgozik, és ő szeretné velem tudatni, hogy úgy döntöttek, hogy engem, nekem felmondják a szerződésemet mert hogy nekem, hát most annyira nem megy jól a cégnek, és most én külföldi vagyok, nekem akkor vizomat kéne uh -huh. szervezni, meg ilyesmi, úgyhogy, úgyhogy én kiestem a rostából. És aki így, így mondom, hogy úristen, ennél, ennél komolyabb jelet nem is kaphattam volna. Úgyhogy kb. két héten belül volt egy másik állásom már, úgyhogy így kerültem az ENSZ-hez és uh, ott az ENSZ-nél akkor három évet töltöttem egy ilyen határozott idejű szerződésen, ahol 75 országban bevezettük New Yorki központtal a, azt a bizonyos SAP-rendszert, amin dolgoztunk, uh, de tudtam, hogy annak is véget ér, tehát az az időszak is véget ér, mert tudtam, hogy nem fogják meghosszabbítani a szerződésemet uh, különböző ENSZ-szabályozások alapján. De akkor körülbelül már olyan 4 évet töltöttem uh -huh. ugye New Jersey, meg New York és akkor bennem ugye, akkor már ilyen 33 évesen kicsit úgy elgondolkodtak dolgok. Még pedig az, hogy ez itt szuper ilyen meg uh -huh. egy darabig itt New Yorkban élni, de ott is volt egy párom egyébként. És ott is felmerült ez a családalapítás dolog, és akkor én gondolkodtam magamban, hogy hát akarok, akarom én magamad belevonni ebbe az amerikai rendszerbe, ahol, ahol láttam a kollégeimnél, hogy már a, az is fontos, hogy milyen óvodába megy a gyerek, aztán az, hogy milyen általános iskolába fog uh -huh. menni, és hogy itt konkrétan a fizetéseknek a fele elmegy csak arra, hogy az óvodába beírassa az, hogy egy tehát a kollégám konkrétan négy gyerekkel, meg a feleségével a Times Square-en lakott egy 40 négyzetméteres lakásba, úgy, hogy a, fizet, a fizetése fele elment a lakásra. A másik, másik fele meg, a gyerekekre. A, meg a gyerekekre, tehát konkrétan számolgatta azt, hogy a, hiába hangzott olyan jól, hogy nem tudom, én keres 6-7-8 ezer dollárt, az úgy repült ne? ki az ablakon, tehát maga az én lakásom volt 4.000-4.500 dollár között. Uh -huh. És uh, ugye nincs olyan szociális háló, mint itt Európában, tehát ott az egyik napra a másikra, ahogy mondtam is, feljön telefonon, hogy ja, bocs, nem tudjuk megmagyarázni miért, de most úgy döntöttük, hogy felmondunk, és akkor hétfőn már nem dolgozol nálunk. És uh, gondolkodtam azon, hogy szeretnék én, én így élni, szeretném ezt az életet a saját gyerekemnek. És akkor közben én kaptam egy másik lehetőséget egy másik uh, tanácsadó cégnél, Kaliforniából. Uh, az a cég annyira profin nem működött, uh, ezért nem nagyon találtak projektet számomra. És akkor egy ilyen pár hónap elteltével, mert én addig New Yorkba voltam, uh, realizálódott nekem a dolog, hogy előbb-utóbb el kell döntanom, hogy akkor mi lesz ezzel a vízunk kérdés, ami igen fog. Mert nekem volt egy uh, ügyvédem akkor, aki mindig azzal jött nekem, hogy ajj, Brigitta, nagyon szuper, hogy ilyen uh, jó állásaid, meg ilyen szép önnel letalazod van, vagy minden, uh, de a legjobb lenne, hogy a férhez mennél. És akkor úgy voltam vele, hogy uh, most megint miről beszélünk, tehát az, hogy én hogy én ott maradhassak, és uh, normális munkám legyen, uh -huh. hogy szabadon választhassam az életemet, ahhoz nekem most férhez kéne mennem? És ugye párhuzamosan voltak ezek a gondolataim, hogy én öt év múlva szeretném-e így látni magamat, uh, vagy így családot alapítani. Vagy hol szeretnéd látni uh -huh. magad? És akkor um, ekkor, jött neked a privát élet, ekkor jött a, a, elkezdtél a saját vállalkozások irányába. Igen, gondolzni. és akkor párhuzamosan akkor elkezdtem a saját vállalkozásomat, és akkor ugye a cégem az Kaliforniában volt, én New Yorkba ültem, és akkor így rájöttem konkrétan egy idő után, hogy lényegében nekik ezek teljesen mindegy, hogy én hol ülök, mert most nekik mindegy, hogy Magyarországon ülök, vagy New Yorkba ülök, vagy hol ülök. És akkor kaptam egy lehetőséget közben egy egy uh, amerikai úriembertől, uh, akivel egyszer leültem uh, Budapesten egy ilyen kávézóra, amikor éppen itthon voltam, hogy uh, menjek a Fülöp-szigetekre uh, egy ilyen céget alapítani vele, tehát az irodát kidolgozni egy informatikai hmm. cég, és ők olyan, lényegében ilyen uh, informatikai termékeket csináltak az amerikai piacra. És akkor mondtam, hogy hát ez végre valami érdekes történet. De azt mondta, hogy egyetlen egy elvárása van, hogy én egy hónap múlva legyek a fülöp -szigeteken. És akkor én úgy gondoltam, hogy egy át, jó, hát nekik aztán teljesen mindegy, hogy akkor New Yorkba ülök, vagy a Fülöp-szigeteken, úgyhogy elrepültem a Fülöp-szigetekre, és akkor arra is rájöttem, hogy ez működik, mert konkrétan én szépen felvettem a telefont, ugye van ez egy kis idő eltolódás, én, én ilyen hajnali kettőkor is felvettem a telefont, mintha mondta egy kicsit furcsán csöng a telefonom, de amúgy tök jó, mert mindig elérhető vagyok, mondom, hogy jó, hát igen. Tehát így el voltam, hogy hat hónapot, és senki nem tudta, hogy közelében nem vagyok a... Csak azon reménykedtem, hogy nehogy azt mondják nekem, hogy Holnap után menjek, nem tudom én, Clevelandbe, vagy nem tudom hova. Én meg ugye Külöpszigeteken vagyok. vagyok. És akkor így alakult ki az a, hogy rájöttem, hogy lényegében a mai világban teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. És mennyivel jobb, mondjuk, balin, balin ülni, 1 költségért uh, ugyanannyi fizetés mellett, mint az, hogy én New Yorkban a 4500 dollár aláírok egy havi szerződést, amit ugye föl tudok mondani, és a holnap után kirúgnak. Tehát ez változni nem fog New Yorkban. És hogy uh, mennyire nyugalmasabb, békésebb, uh, harmonikusabb az élet, mondjuk, hogy az ember akár egy uh, tájföldi kis szigeten ül, vagy uh, mondjuk Balin, uh, egy villába, mert ugye az egyötödér olyan házakat lehet bérelni, uh -huh. uh, merencéstől, meg uh, uh, sofőröstől, meg uh, takarítónőstől, majd, uh, hogy tényleg a. A legcsodálatosabb, ami létezik. Igen, igen. És akkor ekkor jöttek azok a gondolatok benned, hogy egyrészt saját vállalkozások legyenek, igen. aztán egymás után, és uh, Ekkoriban indult el annak a gondolata is, hogy megalapítsd a digitális nomádokat Magyarországon. Igen. Um, nekem volt uh, úgymond egy New Yorki apukám, akivel uh, valamilyen csodamógyan azt ővel is megismerkedtem annak idején, és ő egy uh, nem, most 65 körüli uh -huh. uh, úriember. Uh, vele nagyon szoros barátságot kötöttünk, és ő nekem mindig uh, Amerikában vagy New Yorkba, ő nekem ő volt a, a, a bástyám, aki mindig így felhívtam, hogy na, minden oké okay van. Uh, igaz, hogy nem tudom, én uh, bezártak egy szobába, mert voltak ilyen eseteim <gül> <gül> a, a New Jersey-ben például, hogy valahol laktam, és egy. Uh, egy elmert hogy uh, volt a házi uh -huh. uh, asszony, és uh, nem tudom, én úgy gondoltam, hogy nem mehetek dolgozni, és ezért bezártam. <laughs> <laughs> és úgy kellett menekülni, mondom, például. Um, voltak ilyen esetek, de ő, ő tudtam mindig, hogy rá számíthatok. És uh, um, ő, ő például ő nagyon sokat segített az életemben, és ő mondta nekem mindig, hogy uh, ő úgy gondolja, hogy nekem ilyen közösséget kéne építenem, hogy nekem beszélnem kéne az életemről, hogy, hogy motiválnom kéne másokat. És akkor elkezdtem ezt a... Annak idején még nem vlogolásnak hívták, hanem ezt a videózást, akkor videókat vágni, itt -amat. És, és akkor így egyre többen, amikor hazajöttem Magyarországra, egyre, nagyon meglepődtem, egyre többen mondták, hogy te vagy a Brigitta, ugye? Mm. És én meglepődtem, hogy én évek óta nem élek Magyarországon, hogy, hogy hogy. És akkor rájöttem, hogy ez, hogy ez fontos, hogy elmondjam az embereknek azt, hogy, hogy lehet máshogy így is élni. Tehát nem feltétlenül kell uh -huh. vasárnap, nem tudom, öt órát húsleves főzni. Hogy Amikor ezt el... már szombaton este el lehet kezdeni, húsleves főzés. <laughs> Igen. Van más lehetőség is az életben, hogyha valakinek az a vágya. Uh -huh. És uh, ugye nekem ez, ez alatt a 10-15 év alatt teljesen kikistályosodott. Ugye amit az elején nem tudtam megfogalmazni az első állásomnál, 23 évesen, hogy hát ezt úgy gondolták, hogy én itt fogok ülni egész életemben a dolgot, hogy uh, nem tudom, 10 év múlva meg uh, baliról is dolgozhatok. Uh -huh. De egyet, tudtál, hogy az valami így néz neki? Igen, igen. Miközben még Balin akkor nem jártál? Nem. Tájföldön sem, de nem. mégis azt tudtad, hogy az élet azért nem, nem kell, hogy megszakadjunk a munkában. Illetve pontosan te vagy az a személy, az egész életemben pedig nagyon sok szorgalmas embert láttam már, de azt mondtam, hogy, hogy az a munkamennyiség, amit én tőled láttam mindig, mm -hmm. meg most is, amikor megérkeztél, akkor egy nemzetközi projektben vettél még részt, és még hallgattad másfél órán keresztül, mire elkezdtünk beszélgetni mi egymással, de hogy, hogy, maga ez az egész, hogy ekkora mennyiségű munkát elvégezni, azt az emberek el nem tudják képzelni rólad, csak látnak egy dekoratív csinos hölgyet, aki fiatal, szemtelenül fiatal, aki mosolygós, kedves, de közben a másik oldalon meg kőkemény projekteket vezet. És pont itt van az a pillanat, amikor azt mondom, hogy, hogy viszont ez a 15-20 év, ami az életedben lezajlott, az elmúlt, vegyük azt, hogy 19 év, ez kihozta belőled azt, hogy megalapítottad a digitális nomádokat Magyarországra, social media szerepléseid voltak számtalan. Nyilván aztán tudom, hogy ez nem feltétlenül vezetett a mennyországba ez az út, és mindenki előbb-utóbb rájön, és te is rájöttél arra, hogy bár annak idején a kiégést emlegetted a doki bácsinak, hogy ez egy jó ötlet lenne egy kis pihenéshez, viszont eljött az a pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy mielőtt még kiégnénk, akkor érdemes egy kicsit behúzni a féket. Így van. e uh, Igen, mindenképpen tehát többször volt ez az életemben. Ugye, amit említettem, ezek a, a folyamatos hétfőtől csütörtökig utazásoknál abban a formában. Uh, aztán Ugye a digitális nomádoknál is uh, ugye belevetettem magam ebbe a történetbe. Aztán úgy nem gondolom, hogy azért 5, 6, 7, 8, 9, 10 év alatt azért sok minden változott, és úgy gondolom, hogy azért ez, ez egy sokkal elfogadottabb dolog lett, és nagyon sokan elkezdtek követni, és uh, ugyanúgy uh, blogolnak, vagy uh, infotermékeket uh, alakítanak erre ki, és. Uh, Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az elmúlt 19 év alatt, azért ugye én más generációba kerültem, és én úgy gondolom, hogy nem kell az életben mindig ugyanazt csinálni. Tehát alapvetően én eljutottam arra a szintre, hogy beszélgetünk korábban, ha hét tanácsadásba nem igazán. Érzem azt, hogy például egy az egy szinten való tanácsadás vagy kócsolás engem az annyira feltöltene, uh -huh. inkább kivesz belőlem. Uh, Ebből a digitális nomádok történetben, és én nagyon szívesen motiválok mindenkit, de, de én mindig ugyanazokat a kérdéseket hallgattam. Hogy én félek indulni, hogy akkor mégis hova, uh, de akkor ez hogy, és... Uh, én, én úgy érzem, megmondom őszintén, hogy valahol én, én nem vagyok ez a típus, uh -huh. aki, aki mindig visszamegy, visszamegy tíz lépcsőt, én előre akarok nézni, uh -huh. és uh, nekem ez egy kicsit hiányzott, megmondom őszintén. A másik oldalam meg uh, az volt, hogy én rájöttem, hogy én nem szeretem kiteregetni az életemet. Uh -huh. Ennek ellenére sem, hogy egyébként meg elég komoly. Rálátás volt egy időben az életedre, főleg amikor videóblogoltál, vagy hát aztán később blognak nevezték el, de hogy videókat készítettél magadról, illetve nagyon sok mindenkinek segítettél. És pont most is, ahogyan őszintén beszéltél ezekről a dolgokról, ugyanúgy ezeket elmesélted mások, másoknak az életedben. Ö, igen, ez, a, ami így a. Én ugye az, mondjuk tíz évvel ezelőtt imádtam az online marketinget, eleket építettem. Ö, webshopokat építettem, nem tudom, és uh, elment a világ egy kicsit abba az irányba, ami, aminek már úgy érzem, hogy én nem akarok részese lenni. Uh -huh. uh, én úgy érzem, hogy számomra fontos az, hogy én átéljem a pillanatot, hogy én, én az időmmel, ami van egy nap, inkább saját magammal foglalkozzak, mint másokkal, és. Uh, Megmondom őszintén hogy ugye nem tudom az elmúlt húsz évben azt a, az, azt a az anyagi háttered meg uh, teremtettem magamnak hogy nem feltétlenül vagyok rászorulva vagy én nem ebből éltem ugye nem a digitális nomádokból éltem ma se ebből élek. Az neked egy szerelemprojekt az volt. Az egy szerelemprojekt volt és eljött az az időm amikor úgy éreztem hogy ezzel a szerelemprojektér ez építe engem tovább uh -huh. engem mint Balai Brigitta. Uh, és erre azt a választ kellett annom, hogy nem, én mindig visszalépek. Uh -huh. Ugye, mert mindig ugyanazt a kezdő kérdéseket kapom, és én ezzel mindig visszalépek, nem előre nézek. Uh, a másik meg az, hogy anyagilag függök -e ettől, és nekem ez mindig szerelemprojekt volt, tehát nem függök, tehát konkrétan, ha azt az egy órámat mással töltöm, és nem valamilyen témával, akkor mondjuk tiszer annyit uh, haszom lesz belőle, tehát annyival... Akár anyagilag, akár a, meg lelkileg. Igen, igen, igen. Hát lelkileg nem vagyok benne biztos, de. Kalással um, foglalkozó, úgy értem. Igen, igen, igen. Jaj, értem, igen. Hmm. Tehát úgy mindenképpen. Uh, úgyhogy én, ugye nekem nagyon. mai napig nagyon sok uh, ilyen webshop uh, történetem van, amivel foglalkozok a háttérben. Ugye mai napig vannak. Uh, um, ázsiai, Ázsiában, akik ugye bedolgoznak nekem, uh, az egy automatizált történet. Uh, oh, én úgy... Automatizált én, kereskedés. Kereskedés, uh, pontosan. Mellette van egy uh, saját IT tanácsadó cégem, uh, ahol jó páran ugye projekteken dolgozunk. Uh, én főleg nagyvállalati ügyfelekkel mm. dolgozok. És uh, én úgy gondolom, hogy én nagyon sokáig mondjuk ez ellen mentem, meg lehetne ezt jobban is csinálni, de én úgy gondolom, hogy, hogy most már a nagyvállalati ügyfelek is eljutottak arra a szinten, hogy nem várják azt, hogy a Balai Brigitta az ott üljön mellettük, mert a Balai Brigitta megtehető, hogy azt mondja, hogy nem. Uh, és hogyha szeretnének valamit, akkor majd én bejelentkezek, nem tudom, én Baliról, vagy uh -huh. Tájföldről, vagy uh, Magyarországról, vagy Bécsből, uh, de nem fogok sehol ott ülni, meg, ne, meg tényleg most már nincs az a vágyam, hogy engem valahova egyszer ide repüljek Svédországba, aztán uh -huh. majd Svédországba átrepüljek, nem tudom, Belgiumba, aztán majd Belgiumba vissza Bécsbe egy hét alatt. Uh, nem mert ma már tudod, hogy ki vagy, ma már tudod, hogy mit tudsz adni, és ma már teljesen tisztában vagy azzal, hogy ez az érték, ami van nekünk, az egy, egy, életünk van, még hogyha akár újra születünk, akár nem, de most ebben a pillanatban ezt éljük, és a pillanat, a pillanat a soha nem jön vissza többet. Igen. Engem nagyon zavart, megmondom őszintén, hogy ugye az elmúlt Két-három évben, amióta ez a pandémia történet elkezdődött. Azért az én családomban is sok minden történt. Például én elvesztettem a nagyszüleimet, és akkor itt teljesen realizálódott bennem, hogy ez, ez biztosan nagyon jó dolog másoknak segíteni, meg másokat motiválni, de Konkrétan az élet elmúlhat egyik pillanatban a másikra, és. Uh, mert most szakmailag mondod, tehát hogy uh, nem mentálisan vagy nem lelkileg támogatni vagy segíteni, Igen. Mert pont erre akarok rátérni, hanem, hanem az a munka, amit végzel, igen. az uh, nem írhat felül, az életet nem írhatja felül, igen. Akkor mondjuk így. Uh, ha most azt gondolod, hogy uh, én, én tudom azt, hogy milyen. Videókat készíteni. Tehát én, én úgy éreztem, hogy én ott vagyok Balinak, akkor én, őszintén szólva én nem szeretnék órákon keresztül ö, beállításokkal foglalkozni, meg a hanggal, meg a, a vágással, utána még kb. 20 órán keresztül, hanem én meg szeretném élni a pillanatot, hogy ott vagyok. Uh -huh. És Jogos. inkább én ezt a történetet meghagyom másoknak. Én szerintem annyi, annyi ilyen és De másoknál is látod, hogy azért ugye mindig a motiváció nagy, és ez megy meg egy-két éven keresztül, aztán szerintem előbb-utóbb mindenki rájön ugyanerre. Uh -huh. De mindig vannak újabbak, akiket lehet követni. Én annyira nem vágyom arra, hogy engem kövessenek. Uh -huh. Te már inkább elkezdtél visszavonulni. Igen. És ennek a visszavonulásnak az okai az első résznek a karrier része, amit tudunk, hogy ez egy óriási karriert futottál be a magad mm -hmm. ö, ö, életidejében, és ehhez képest döbbenetes, hogy ö, egyszer csak úgy döntöttél, hogy elmész úgy, hogy IT, nemzetközi projektek, <laughs> állami projektek, elmész egy ö, nővér tanfolyamra. <laughs> Uh, igen, ennek ugye családi vonatkozása volt, mert uh, ugye a nagymamám egyik pillanatban másik lerobbant, és akkor én nagyon hálás voltam egyébként, hogy én akkor itt vagyok Európában, és nem máshol. Uh, és uh, rájöttem, hogy mennyire halandó az ember, meg hogy milyen a magyar egészségügyi ellátás, meg aztán az, hogyha valaki ugye. Egynak esik, milyen lehetőségeim vannak Magyarországon. És uh, én akkor úgy döntöttem, hogy ezt felvállalom, ezt a, az ő ápolását, mert ugye a családban az úgy uh, alap alap dolog volt, hogy a Brigi nem csinál semmit, ő ráér, <laughs> uh, ő nem dolgozik. Uh, úgyhogy uh, én a beteg ágyam elől uh, uh -huh. vittem ezeket a projekteket, ami nagyon nem volt egyszerű. Uh -huh. Mert azért gondolod el, hogy valakit közben ápolni, úgyhogy ügyfélel beszélsz, és uh, a tanácsa kíváncsi, is közben valaki vizet kér melletted, vagy, vagy elkezd uh, beszélni valamit, vagy uh, fel akar kelni, vagy valami. Tehát uh, ez egy kihívás. De én uh, mondjuk én minden egyes napot voltam a mamám mellett is uh, egy hónapon keresztül a kórházba. Egész nap. Még különben Magyarországon ki akarták kötni az ágyhoz. Uh -huh. És csak az én felelősségem le lehetett az, hogy ugye elengedjék a kezét, meg a lábait, és uh, én, uh, én soha nem bántam meg, hogy ezt uh, megtettem. Uh, sőt, én úgy éreztem, hogy uh, valahogy talán ez az legértékesebb négy hónap az életemnek. Um, az elmúlt 10-20-30-40 évet leszámítva van mamámmal, uh -huh. ahol igazán közel kerültünk egymáshoz. Um, és akkor rájöttem, hogy talán, um, talán ha visszaadsz valamit, akkor lehet, hogy ez egy másik formája, de lehet, hogy ez, ezt szívesebben csinálnám, értékesebb. Mert úgy, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy, tehát az, ha valaki, ugye, eljut ebbe a 60-70-80 éves korba, teljesen kiszolgáltat válik, és lényegében minden nélkül mész el. Tehát akkor én hova? De nem nincs értelme gyötrődni az életben, meg feláldozni Aha. az életedet valamiért, mert ezek, ezeknek a dolgoknak nincs értelme. A végén az annak van értelme, hogy te mit adtál. És, és Őszintén szóval én elkezdtem azon gondolkodni magamban, hogy nem nekem idősebbekkel kéne inkább foglalkoznom, akik egy csomót megéltek már, és uh, ugye most vagy a családnak gond, vagy ilyesmi, hogy hogy most az, az utolsó idejüket szépen eltöltsék, vagy akár még a, a, a fiatalabb generációval, akik mondjuk nyugdíjban mennek és elvesztik a a motivációkat az életbe is, ugye, depresszióba zuhannak, vagy ilyesmi. És ugye, ennek a következménye az Alzheimer, meg a depresszió, meg ilyesmi, hogy, hogy engem ez nem jobban érdekelne, mint az, hogy a 20 éves útkeresőkkel foglalkozzak. És így alakult ki, hogy akkor a pandémiának köszönhetően, ugye, egy ilyen másfél éves képzést el lehetett végezni, online, és ugye nekem ezek az online dolgok mennek. Úgyhogy elvégeztem, és egy pluszképzés is elvégeztem, Alzheimer uh -huh. ápolóként is. És nagyon érdekes, mert ugyanúgy egyébként megcsináltam a papírt, és ugyanúgy akkor végigápoltam a nagypapámat is, aki tavaly halt meg viszont ö, konkrétan nem csináltam vele semmit ezzel a papírral. Ö, voltak próbálkozásaim, de én úgy gondoltam, hogy nem igazán szeretnék ö, úgy ápolni valakit, hogy nem tudom, pelenka cserél vagy uh -huh. ö, ilyesmi injekciózás, hanem talán még a korábbi kor, a korábbi fázisban, amikor valaki ugye nyugdíjazásba kerül, és elveszte az élete értelmét, és keres valami uh -huh. újat, ö, Uh, és így, úgyhogy ezt még ezt az irányt annyira nem találtam ki hogy hogyan lenne értelme de nagyon érdekes, hogy egy pár hónappal ezelőtt uh, egy hónappal ezelőtt uh, voltam egy ilyen elvonuláson uh -huh. és ez uh, ilyen hetes elvonulás volt és nekem az a, ami így választ kaptam hogy nekem ez lenne az életem értelme hogy uh, ugye ez a tanácsadás dolog, meg ilyesmi, ebben jó vagyok, mert ugye ezt egy idejét csinálom, főleg nőként, ugye ami kiemelkedő, uh, ugye a nőknek egészen más hozzáállása van egy projekthez. Rállátása. Igen, Igen, mint egy férfi. Tehát minden, én úgy gondolom, hogy minden projektre kell egy nő. Amúgy, vagy több nő, akik máshogy állnak hozzá egy problémához, és én ráadásul lehet, hogy úgy gondolod, hogy én nem tudom, én, én kicsit visszafogott vagyok, de azért ilyen projekttervezésben, szervezésben én azért, azért nagyon karakteres vagyok, és nagyon tudom, hogy milyen irányt követek, és azt el is várom. Úgyhogy nem találtam még meg ezt a következő útvonalat teljesen próbálgatásaim voltak, ugye, hogy van egy terápiás kutyánk, és hogy vele szoktunk járni, így önkénteskedni, hmm. hogy gyerekotthonokba, kórházakba, ilyen iskolákba ilyesmi, avval rendszeresen ellátogatunk, Bécsben és ugyanúgy Magyarországon is, a Foti Gyermek Központban voltunk például. De hogy pontosan mi lenne az, ez még nem fogalmazódott meg bennem. Pont ez lett volna egyébként az záró kérdésem is felét, hogy hogy mennyire érdekes, hogy bizonyos személyiségegyeknél, vagy bizonyos embereknél egy karrieréletet befutva, és itt ezt kiemelem, hogy a karrierélet a fontos, mert és nem szakmákat emlegetve, de teljesen mindegy, hogy milyen szakmát végez az ember, ha a szeretettel teszi, és mondjuk tényleg egy nagy évet tud vele betölteni, akkor az teljesen más, mint hogyha csak lemond arról, hogy bármilyen éveket befusson, a lényeg az, hogy bejárjon dolgozni, meg hazamenjen, és megkapja érte a pénzét, az nem ugyanaz az életfelfogás, vagy életlátásmód, az is egy fajta és az is egy másik fajta, amit meg nagyon-nagyon nehéz fölvállalni, vagy egy nehéz kenyér. Tehát azért valljuk be őszintén, hogy, hogy van ez a régi mondás, hogy nem minden arany, ami fénylik, és, és én pont ebből kiindulva, hogy jók ezek a dolgok, jó megélni ezeket a dolgokat, hogy az ember mi mindent megtapasztalhat az életben, hová el tud jutni, milyen, Szakmai karrier tud befutni, de aztán a végén, amikor elkezd gondolkodni azon, hogy oké, okay, de most eljutottunk valameddig. Innen. Van-e még a csillagokig bármi, amit még el lehet érni, vagy, vagy akar, akarok-e áldozni érte. Itt jön ez a választópont. Igen. És ezért is jött létre a válaszok az életre. egész kérdések sorát felsorakoztatva hogy egy bizonyos pillanatban eljön mindenkinél az, hogy most hogyan tovább, és hogy ki vagyok én ebben a pillanatban. A te számodra, amit ahova eljutottál, neked mi volt ebben a válasz az életedre? Ahova eddig eljutottál, és azt mondja, a következő kérdés pedig az, hogy amit már egyébként elkezdtél mondani, hogy most nem tudod, hogy még hova fogod ezt kinőni, vagy hova fogja kinőni magát, Tudom azt, hogy vettél magadnak egy lakóautót, Igen. és imádtok ezzel az a lakóautóval Igen. menni. Ez, ez, ez hogy jött egyébként? Mm. Meg miért? Ugye ez a digitális nomádságnak a része, és ez egyébként egy nagyon jó képzés, hogy hogy jött. Mert nekem volt egy régi álmom. Ismered ezt a bécsi helyszínt, ahol én tíz éven keresztül vártam, hogy egy egy projektet elkezdjenek, és ott vehessek Igen. egy lakást. Ez egy ilyen továbbára néző, zöld területen lévő, metró mellett lévő projekt lett volna. És uh, tavaly volt az az év, hogy uh, végre elkezdett megvalósulni ez a projekt, és akkor én úgy gondoltam, hogy hú, én nagyon felkészült vagyok erre az egészre. És uh, ott volt egy választó, mert... Uh, Hát kiderült, először is ugye aki az eladó cég, a, a beruházó, ugye ott is olyan eladók voltak, akik aztán semmiben nem akartak segíteni, miközben egy lakás olyan 1 millió euró környékén van. És akkor kicsit ez úgy zavart engem, hogy ugye azért ez egy nagy értékű történet, és kb. úgy foglalkoznak velem, mintha egy cukorkáról beszélgetnénk. És akkor le kellett ülnem a párommal és akkor megbeszéltük hogy szeretnénk egy millió eurót egy investálni egy lakásba ahol egyébként én teljesen a nyugdíjas éveimet el tudnám kész, képzelni. képzelni de hogyha amúgy soha nem lennénk otthon mert ugye van Magyarországon egy egy présházunk több présházunk szőlőterületünk, területünk ahol ugye nagyon szeretünk lenni a kutyának is jó. Közben szeretünk utazni, vagy uh, akkor, akkor van -e ennek értelme, hogy belinvestáltunk egy millió eurót egy lakásba, hol konkrétan 30%-át az évnek vagyunk ott? Uh -huh. uh, és akkor jött az a válasz, hogy nem. <laughs> akkor inkább vegyünk a töredékére egy lakóautót, uh, maradjunk egy albéletben. Amit egyébként nagyon szeretünk, de az még körülbelül még 50 évet fizethetem, akkor se tartok uh -huh. a felénése az egy millió eurónak. Úgyhogy ho ho miért, miért próbálom ezeket a, az elvárásokat követni, hogyha logikailag nincs értelme. Mert pedig a logika fontos. <coughs> Oké, okay, és akkor lett a lakóautó, a és lakóautóval akkor a, közlekedtek. Igen, a lakóautóval ugyanúgy közlekedünk, ugyanúgy dolgozunk belőle, tehát ugyanúgy maradtunk ennél a, a jövős menős életmódnál, Aha. amit saját magunk osztunk be. Tehát most már nem, nem engedem, hogy az ügyfelek, vagy bármilyen cég meghatározza, hogy mikor hol legyek. Én osztom be, hogy mikor hol szeretnék lenni. Például most eljöttünk ide hozzád, majd lehet, hogy egy-két napot eltöltünk valahol a Balatonnál, aztán uh -huh. hazamegyünk, aztán ott leszünk két hetet, akkor elmegyünk Erdélybe, majd vissza Bécsbe, uh -huh. um, tehát így. Oké. Okay. Uh, te hogy foglalnád össze az életedet? Ha most eljutottunk valameddig, nem azt mondom, hogy a B oldal innen indul, mert az okay. még neked nagyon messze van, uh, de mégis hogy fogalmaznád meg? Mi az, ami... Hogy foglalnád, hogyan foglalnád össze... Milyen konklúziód van az életedre? Én úgy gondolom, hogy én valahogy ebbe az életbe egy nagyon nagy tudatossággal érkeztem. Én szerettem mindig ellene menni a hagyományos dolgoknak, és soha nem bántam meg, mert én úgy gondolom, hogy mindig ez vitt előre az életben, és mindig. Bármilyen lehetőség volt, én úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadni, hogy az életed egy másik irányba uh, vigyent téged, amire egy, egyébként nem is gondolnál. És uh, ez az egyik, az, hogy ugye mindig nyitottnak kell lenni uh, dolgokra, uh, és elfogadni amit az élethoz, uh, és megpróbálni, hogy a, a citromból limonádét csinálni, tehát az, hogy nekem ez egy olyan szívfájdalmam volt, ugye ez a lakás dolog, amire én tíz éven keresztül készültem, és akkor akkor most mit csinálok, hogy siratom magamat, vagy beleugrok csak azért, mert, mert nekem ez volt uh -huh. az álmom, vagy akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor hogyan tovább, és választok egy másik utat, hogy van-e ennek értelme, amit én gondoltam. A másik meg az, hogy hogy a legfontosabb az, hogy neked jó legyen az életben. Tehát nem az, hogy uh, uh, hogy megfelelni másoknak, ami, ami, ami neked jó, mert, a, mert az életnek ez az értelme, hogy örömed legyen, hogy élvezd, hogy szeres, hogy szeressenek téged, um, hogy mosolyogj. Hogy... És én, én most tudatosan most már kizárom azokat az embereket az életemből, akár ügyfél is, aki úgy gondolom, hogy rontja a mindennapjaimat. Nagyon érdekes, mert hogyha az ember végighallgatja ezt az időszakot, amit mi beszélgettünk egymással, én nyilván ismerem az életed. De hogyha ezt így végig gondolja, hogy na, akkor ez a Brigitte, ez mennyire egy karrierista, mennyire keményen a pénzpártján, vagy az útján lévő hölgy, mert hogy az első, első rátekintésre mondjuk ez lehet, vagy ez jöhet le az embereknek, de a másik oldalról, aki meg megismert téged, az meg pont azt látja, hogy hihetetlen, hogy ez a nő, aki egyébként ennyi mindent végigment, hogy hogy tudta végigcsinálni, mert hogy egy nagyon-nagyon érzékeny ö, személyiség vagy. Tehát, hogy nekem aztán tényleg van rálátásom, de hogy így egy nagyon érzékeny személyiség vagy, egy nagyon-nagyon nem hogy szenzitív, hanem szenzibilis is. Tehát nagyon jól ráérzel dolgokra, nagyon jól... Ö, mélybe megy neked, tehát nagyon mélyre tudnak menni nálad dolgok, és euh, lát, vagy tudható az, hogy nagyon kemény döntések sorozata van a mögött, hogy ezt végigfussad, ezt az egész karriert. Nyilván rengeteg mindent áldoztál fel ezért. Feláldoztad a gyereket, feláldoztad a családnak azt a részét, ami a klasszikus értelemben, de ki mondja azt, hogy a klasszikus családi modellt kell folytatni, és egyáltalán kimondta azt, hogy létezik egy klasszikus családmodell, hanem csak elneveztek egy klasszikus családmodellnek valamit, mert ezer évekkel ezelőtt is éltek egyedül emberek, és, egy és áldozták fel az életüket mondjuk egy ideáért, egy, egy karrierért, vagy egy, vagy egy államért. Tehát, hogy valójában te meg megvalósítottad azt az álmot, amit nagyon sokan szeretnének élni. A másik oldalról feláldoztál dolgokat, amit Mások viszont meg bevállaltak, vagy, vagy inkább azt választották maguknak. Én, én nem gondolom azt, hogy most egy erre a család dologra. Nem áldozatnak. Nem áldozat, mert az áldozat az, amikor valamit sajnálsz. Így van. A terészedről ez teljesen másképpen Igen. néz ki. Igen, én. én. nem, nem tudom, én, ezt soha, én soha nem éreztem azt a hatalmas vágyat. Én úgy gondoltam, hogy az én számomra a legfontosabb, egy uh, szeretetteljes párkapcsolat, és uh, én nem éreztem se azt, hogy én szeretném magamat reprodukálni. Uh -huh. uh, nem volt elvárás benned, hogy ha te nem, akkor a gyereked valósítsa meg azt, amit te nem tudtál. Uh, nem, nem, volt nem az, semmi, hogy a, semmi. A nevet fennmaradjon, nem volt nem, semmi. Nem, vagy sem. én, én, én nem tudom, uh, én nem gondolom azt, hogy a, nekem a, azért mondjuk a nagyszüleim kevesebbek lennének, mert nem volt délunokájuk, vagy nem tudom. Én úgy gondolom, hogy egy gyerek egy hatalmas felelősség, és bár nekem egyébként 20 évesen azt mondták teljesen idegenek, hogy szerintük én egy csodálatos anya leszek, és én, én, én a mai napig nem érzem úgy, hogy nekem ez a vágyom lenne. Uh -huh. uh, és nem sajnálom, lehet, hogy majd egyszer eljön 60 évesen ez a, az időszak, de megmondom őszintén, nem hiszem. Uh -huh. És én úgy gondolom, hogy ha valaki nem belülről érzi azt ezt a vágyat, akkor akkor nem kell egy társadalmi elvárás követni. Így van. Jó, utolsó kérdésként. Uh, mit látsz, minek kéne megtörténnie ahhoz, nemzetközi vagy uh -huh. magyarországi szinten, hogy másképpen legyenek a dolgok. Milyen válaszokat adnál jelen pillanatban az életre? Milyen válaszokat adnál, vagy hogyan, te hogyan látod, mit kéne tenni? Általánosságról beszélünk, és nem egyén szintjén csak. Én mindenképpen, ami, ami világot érünk most, hatalmas problémának látom az, hogy a, hogy az emberek uh, általánosságba egy nagyon belementek ilyen anyagi, uh, tárgyi dolgokba. Uh, én egyre inkább eltávolodok a, 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 Facebook és társaitól, mert ezt a, ezt a sok gyűlölet, meg ez a sok uh, önmutogatás, uh, meg uh, ismeretlenül véleményezés a másiknak, ez olyan felesleges dolognak tartom, és uh, Ugye pont én az, aki nem tudom én hány órát online töltök a napomból, meg mindig elérhető vagyok. Ö, én úgy érzem azt, hogy, hogy túllőttünk lét, túl a célon. Tehát, hogy ez, 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 nem az. És már én saját magamon érzem azt, hogy vissza kell mennem a gyökereimhez. Hogy, ö, hogy úristen, lehet, hogy igen, hogy ö, hogy én nem tudok egy paradicsomot megtermelni otthon, meg, tehát magamat függővé teszem mindentől. Ugye az, hogy a, a háborútól, az olajártól, a nem tudom én micsodától, és én nem szeretnék függni, nem akarok függni, az én életemnek a célja az, hogy én egy boldog életet éljek szeretve legyek, én szerethessek, az emberek, akik körülöttem vannak, értékes emberek legyenek, és ezért én most tudatosan, én úgy gondolom, hogy nem mindenki van ugyanezen a szinten, nem mindenki gondolja úgy, de én ezeket szeretném kizárni az életemből. És most már nem feltétlenül vágyom arra, hogy elérjek 10 millió embert, és hanem inkább az, hogy az én közegemben, akiket én a barátaimnak tekintek, hogy, hogy velük jól legyünk, és uh, értéket teremtsünk, és, és uh, szép időket töltsünk együtt, és jól érezzük magunkat. Ez nagyon jó végszó, így. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást.